Lehet, és hát jött több, több minden találgatás, talán az egyik nyertes az, az a két verzió, amit írt nekünk a hallgató, egyéb egy a föld forgásából eredő kozmikus csúrlódási energia, egyéb kettő, nekem nap mint nap ég a kezem alatt a munka, talán ez. Az egy, lehet, mert importunk is volt az, belőle. Akkor biztos ez, vagy esetleg amit a Viberünkre kaptuk, hogy bocifing. Igen, ez is benne van. Kérdés, Úgyhogy... hogy ilyen volumenben az kimutatható-e. És hogy lehet importálni? Igen, és Na nézzük hogy... gyorsan egy közlekedési információt. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz -in. Ezt szintén hallgatók írtak, az m M3-as csomópontban a Pest felé felhajtósában baleset van. Nem vészes a forgalom, de figyelni kell és uh, Szélkálmán tér, ugye Margit körút, Szilágyi Erzsébet fasol és a Krisztina körúton érkezőknek egyaránt sávlezárásra és torlódásra kell számítani baleset a Szélkálmán és a Könyves Kálmán körúton is a Rákóczi híd felé a Gyáli út után van a baleset, úgyhogy most már több balesetről is be tudunk számolni sajnos. Ennek az m 0 lett volna folytatása. Bocsánat. m 0 és északi szektor a foti lejárat előtt már erősen torlódik. Hogy mi tartja bennünk a lelket? a remény millás reggeli. És itt van velünk a stúdióban Balogh a Magyar Víz Kft. kereskedelmi igazgatója. Szia, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt a hallgatóknak! Hát te is jó reggelt voltál itt nálunk személyesen. Igen. Ugye Nagyon de? örülök újra a személyes találkozásnak. Egész más a hangulat itt, úgy, Igen, hogy... igen, igen. Nagyszerű. Na, hát akkor egy kicsit vizezünk. Ez egy egyértelműbb dolog, mint az az 1,1% amit egyelőre nem találunk itt a nem megújuló energiák között. Majd beszélünk egyébként itt is bármilyen furcsa energiaár változásról, de egy picit ahogy azt szoktuk, ugye nézzünk bele a a forgalmi adatokba, hogy milyen szezonon vagytok túl, mondhatjuk, ugye ez már a túl, túllevés időszaka, azért a nyári nagy csúcsok lementek, bár még nagyon klassz az idő, úgyhogy ezt biztos érzitek ti is a 27-28 fokokat. Szóval hogyan nézett ez ki, hogyan muzsikáltam? Hát, remek szezont zártunk, tehát egy átlag fölötti szezon volt, nagyon stabil volt a szezon. Köszönhető ez több dolognak is, mondjuk ami tőlünk független, hogy öt hőségriadó is volt a, a nyár folyamán, így június-július-augusztus hónapban. Egyébként nálunk a szezon, ez pont ez a június-július-augusztus hónap, nagyjából augusztus 20-ától kezd lecsengeni a forgalom. Nálunk ez uh, kiemelkedő eredmény volt, most uh, közel 100 millió palackot adtunk el, illetve 90 millió palackot a három hónap alatt ez köszönhető több dolognak. Mondjuk egyrészt a, a hőségriadó is volt, viszont ebben az időszakban az ágazat kapacitása valamelyest kevesebb, mint a vevőigények, és ezt mindenki stratégiai készletépítéssel igyekszik megoldani, és azok a partnerek, akik ezt remekül meg tudták csinálni, és mi is föl tudtunk építeni egy, egy masszív stratégiai készletet, amivel ezek a píkeket le tudtuk fedni. Ezáltal egy Viszonylag stabilan kiszolgált, nagyon jó nyarat tudtunk zárni. Úgy, Tehát ez ez a stratégiai egy... készlet én is gondolom, mint a sörösöknél, ugye télen tavasszal nyomjátok a gázt, mint az őrült, és próbáljátok a puffereket, a készleteket fölnyomni a nagy szezonra. Így a április-május hónapban mindenkinek a stratégiai raktárát, és meg a saját raktárainkat is azt ö, olyan készlettel töltjük föl, amikor egy nyári időszakban, hogy példával éljek, mondjuk gyártunk 2000 raklapot egy nap, de 3000 raklapos kiszállítás van akkor igény. Vannak. Nyilván nálunk 12-14 ezer raklapos készlet van, ami írtó nagynak tűnik, és hatalmas területet foglal el, de a 3 ezer raklapos kiszállítás naponta az meg egyből könnyen kiszámítható, hogy ez egy hétre elég mondjuk százféle termékből. Tehát a, még ez a hatalmas nagy raktárkészlet is nehéz, ezért a stratégiai partnereknél is a, a meg kell oldani ezt a, a nyári puffert, és ott is 4-6 ezer raklapos készleteket helyezünk ki az összes nagy és akkor ezek fedik ezeket a, a píkeket, és ilyenkor augusztustól már ezek épülnek le, és akkor a normál menet áll vissza. De szerintem az egész ágazat számára ez a hőségriadó és egyebek, ez a, a kimondottan jó időjárás, az egy jó szezont Jó szezon, de meg. akkor izzasztó? Hát izzasztó, azért a viharfellegek már a, a szezon elején elkezdtek e, tornyosolni körülöttünk. Az ágazatnak nagyon nagy kitettsége, külső kitettsége van. E, az energiaárak például, amik rettentő módon elindultak fölfelé a, már a szezon elején, és ezt e, azért megpróbálom érzékeltetni, hogy... Mondjuk egy 20 forintos kilovattóra áram, vagy áramár Aha. per kilovattóra, az most a mostani kötések alkalmával az 40 forint per kilovattóra, és egy a cég, mint mi vagyunk, az egy ilyen 14-15 millió kilovattórát használ föl. Ez a duplázódás, hogyha 20 forinttal számoljuk ezt az egészet, akkor az simán 300 millió forint. Csak a, a, különbség. Jövő évi, csak a különbség a jövő évi önköltségbe, ez az egy tétel és emellett folyamatosan elindult a, a stretch fólia, ez is nyilván az energia árak változásának hatására többek között, de a stretch, a zsugorfólia, a, ami mely, itt... mely a stretch a hatos, nem a, az a zsugorfólia zsugor. a hatos, a stretch a, a Jó, raklap, a la, rak, a raklap okay. körüli. A, a zsugor az gyakorlatilag duplázódott, Aha. tehát volt olyan időszak, hogy tényleg ilyen 4-500 forint körül vettük januárban, aztán utána május körül 1000-1100-1200, most ez kezd rendeződni 800 körül, tehát az is majdnem duplája. Hmm. És ezek is nagyon jelentős tételek, tehát amit mondtam, az, az áramnál, hogyha mondjuk eladunk mi 250 -60 millió palackot, egy 300 milliós tétel több, mint egy forint per palack. Egy ilyen zsugorfólia, az mondjuk két forint per palack, de hogyha duplázódik az ára, négy forint, tehát az is plusz két forint. És ezekből az apró összetevőkből szépen úgy haladunk fölfelé, ami még álfával is terhelődik Igen. a legvégén, hogy hogy... 10-15%-os áremelés is e, várható esetlegesen a jövő évre nézve, hogy fönt maradjan az ágazat, az ez, ez, ez a képessége. A, a, a mostani drágulások, amiket elmondtál, ezeket még bírtátok e, a marzson belül, vagy már kellett árat emelni erre a szezonra? Eset. Hát ez nagyon érdekes, mert a, a Covid alatti időszak az megtanított bennünket rettentő módon hatékonyan gazdálkodni, annak előtte, amíg a mielőtt a Covid beköszöntött. Szinte just in time-ba dolgoztunk, minden nap érkeztek be a kamionok, az alapanyagot szinte, hogy beérkezett, felhasználtuk, és amikor lezárták a határokat, akkor megjelentek az izzadságcseppek, és miből gyártsunk, Aha. mi legyen, és stratégiát változtattunk, és elkezdtünk hatalmas készleteket felhalmozni, mindenféle alapanyagból, a véget, hogy nehogy esetleg egy következő hullám, ha beköszönt, akkor megint ilyen helyzeteli álljunk, de ezáltal még a tavalyi árakon, meg a tavalyi ö, kondíciókkal tudtunk vásárolni rengeteg alapanyagot, amik kitartottak szeptember-októberig, amit így előre terveztünk. Ezt nyilván nagy cégek meg tudják csinálni, hogy milliárdos nagyságrendben alapanyagba fetszelik a, a anyagi lehetőségeiket, mm. viszont ez számunkra most egy ö, hatalmas előnyt jelentett olyan szempontból azokkal szembe, akik mondjuk havonta, két havonta vásárolták az alapanyagot, mert ők mondjuk egy zsugorfoly esetében kénytelenek voltak lekövetni az 1020-as árat, ami több mint a duplája. Mi meg folyamatosan tudtuk tartani, hiszen a, a mi könyvelésünkben amennyien megvásároltuk, még ott az. Hát és ilyen ilyen áremelkedési dinamika mellett a tárolási költségek sem ö, olyan magasak. Nem, el el nem viszik el a az azt az előnyt, ami igen. származott abból, hogy bevásároltunk ezekből az alapanyagokból. De hát ez... De közben ez... nehéz lehetett kiszámítani a szezont is. Tehát 2021-re nehéz volt kalkulálni. Oké, okay, megtanított mindenkit sokkal jobban, flexibilisebben gazdálkodni a 2020, de azért itt is volt egy kis, egy kis probléma. Például Budapest, ami nagy felvevő horeka szempont, szegmens szempontjából, nem muzsikált olyan jól, gondolom. És, és ez ehhez hasonló problémákkal is szembe kellett nézni. Abszolút, borzasztóan nehéz volt tervezni, akár a 2021-et, akár a 2022-t is most, mert rengeteg a bizonytalansági tényező. Megpróbáltuk a 2019-et alapul venni, mert az volt még egy teljes olyan év, amely jó képet mutatott, úgymond, és azokat a számokat próbáltuk alapul venni és a, a 2020-as átalakulásokat próbáltuk még plusz belekalkulálni a, a számainkba. A mi cégünk az nem annyira Horeca fókuszú, ezért mi a COVID alatt a 2020-as évbe is nagyon-nagyon kevés vesztességgel tudtuk végighúzni az évet azokkal a cégekkel szembe, akiknek 30-40% a, a forgalmának a horekába képződik mi nekünk ritél orientált a, a, cégünk, e véget a, a, nagy láncoknál ezek nem változtak, viszont az anyacégünknél ott nagyon komoly kitettség van a horekába, közel 40 százalék, és ott uh, komolyabb volt a visszaesés a e tekintetben. De mi szerencsére ezzel nekünk a horekával oly módon nem kellett számolni, csak a kiszerelésekben voltak változások, vagy a kis kiszerelések tűntek el. Zenélünk egy gyorsat, aztán utána folytatjuk Balogh Zoltánnal a Magyar Viz KFT kereskedemi igazgatójával van itt minden. Még, hát um, még a Raklap hiány. Igen, hát ezt, ezt beszéltük a műsorban igen, róla, és Nem meg... a hanem logisztikai költség, de nyilván ez is befolyásolja az árakat, úgyhogy van itt még megbeszélni valónk. Következzen egy zene a Millás Reggeli saját válogatásából. Music for Millions.